Az Európai Unió támogatja a Nemzetközi Büntetőbíróság azon döntését, miszerint Vladimir Putyin orosz elnök és Maria Lvova Belova az elnöki adminisztráció gyermekjogi biztosa ellen letartóztatási parancsot adtak ki. Amint azt az EU tagállamok állam és kormányfői 2022. december 15-én hangsúlyozták, az Európai Unió üdvözli azon erőfeszítéseket, amelyek a háborús bűnök és más súlyos cselekmények teljes elszámoltathatóságát biztosítják Oroszország-Ukrajna elleni agresszív háborújával kapcsolatban, számolt be az Unión az Unió hivatalos közleményére hivatkozva. A Nemzetközi Törvényszék döntését a felelősségre vonási kezdetének tekintik. Az EU kijelenti, hogy támogatja a Nemzetközi Büntetőbíróság ukrajnai ügyészeinek nyomozásait, és teljes körű együttműködésre szólítja fel a tagállamokat, áll a közleményben. Március 17-én a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsot adott ki Putyin és Maria Lvova Belova az orosz elnök gyermekjogi biztosa ellen. A vád gyermekek kényszerű deportálása Ukrajna megszállt területeiről. A jogászok kifejtették, hogy Putyint és Lvova Belovát azon 123 ország területén tartóztathatják le, amely ratifikálta a Római Statútumot. Oroszország kijelentette, hogy nem ismeri el a határozatot. Joseph Borrell, az európai diplomácia vezetője, a folyamat kezdetének nevezte a Nemzetközi Törvényszék döntését. Németországban pedig kijelentették, őrizetbe veszik Putyint, ha az ország területére érkezik. Valódi Zelenszky ukrán elnök történelminek nevezte a Nemzetközi Büntetőbíróság határozatát.